Móricz Árpád vagyok, református lelkipásztor, Bácskosútfalván, Omoravicám. Ez a délvidéknek a legnagyobb gyülekezete. És a bórumról annyit kell tudni és elmondani, hogy ez már többedik évben megszervezett Kárpát-medencei református borászoknak a találkozója, de ez több is, mint találkozó, hiszen megversenyeztetjük és megbírálják a borokat, a szakértő versenybírák, és ez egy ilyen mustra tehát a Kárpát-medencében. És most a tavalyi esztendőben a Felvidék volt soron, ott találkoztunk, illetve már korábbi helyszínek is voltak, Délvidék még nem, és ezért a tavalyi esztendőben én vettem azt a bátorságot, hogy ott a faluban is megvannak a lehetőségek erre, illetve az egyház kerületben, hogy akkor meghívtuk a bórumot a Délvidéken, legyen a 2018-as esztendőben. március 2, 3 és 4, tehát péntek, szombat, vasárnapi háromnapos alkalom. Hát mindenképpen elsősorban azokat várjuk, akik már ismerik a bórumnak a történéseit és részt vettek rajta. Itt már vannak olyan alapvető emberek, akik kezdetektől fogva jelen voltak ezen a megméretésen, illetve találkozáson. De célunk az, hogy népszerűsítsük a történetet, minél szélesebb körben ismertté tegyük, hogy van ez a találkozási lehetőség, illetve megmérettetési lehetőség is, és tulajdonképpen határ nélkül, úgy mondom, létszám határ nélkül is minél több embert szeretnénk ott látni. Ez a Kárpát-medencére vonatkozik elsősorban, sok felé vannak magyar borászok, református magyar borászok a Kárpát-medencében, és ugyanúgy ott nálunk is a szűkebb közeget is szeretnénk megmozgatni, hiszen mi házigazdák vagyunk, de ez nem csak a falut jelenti, hanem a délvidéki egész egyház kerületre gondolok, szeretnénk akit csak tudunk oda szerezni, és szintén a testvér egyház kerületet, a horvátországit is, amelyik ott van gyakorlatilag néhány kilométerre tőlünk, ahol szintén kiváló borvidék van, a baranyai borvidék, az kell mondjam, hogy híres borvidék. Hát induljunk innen. Az Arad környéki vörösborok, illetve Villány közé esik ez a terület, ahol mi vagyunk, és még délebbre esik mind a kettőtől. És tulajdonképpen ez a onnan északról indulva a Magyarországon, tehát a kiskunsági borvidék, tehát a homoki boroknak a története, az ott nálunk ér véget, és akkor még valamennyire a délcsongrádi borvidék belógod a jelenlegi Szerbia területére, de onnantól kezdve már egy másik történet van. Ott is már eléggé tulajdonképpen egy homoklepelről beszélünk, egy fél méteres homoklepelről beszélünk, utána pedig a lösz következik, ami az északi területeket illeti. Most hadd beszéljek csak a területekről, aztán fajtákat mondom, illetve ami a legfontosabb történet a délvidéken, az a Tarcalhegy, a Fruska Gora, a hivatalos az országnak a nyelvén, ami valamikori királyi borvidék. Tehát mind addig, amíg a török nem foglalja el Magyarországot, tehát a Mohácsi vészig a Tarcalhegy volt a királyi borvidék. Mi mindig büszkén Mátyás királyt hozzuk elő, hogy ő neki volt a kedves bora a szerémi bor, a visegrádi borkútban fölváltva folyt fehér és vörös szerémi bor. Tehát erről sokat lehetne még mondani. Illetve még ami délen ott van, ez a bánsági területem, az szinte Belgráddal egy magasságban van, ez a Verseci vulkáni hegy, ahol szintén kiváló borok teremnek. Ott a nemzetiségileg azt kell mondjuk, hogy sajnos igen szerényen vagyunk már jelen, mint magyarok, de maga a borvidék az kiváló. A történelmi jegyzetekben megtalálható, hogy országos, tehát úgymondom a Nagy Magyarország területén megnyerte a fehérborok versenyét egykoron a Verseci fehérbor.
Ami a fajtákat illeti, tehát nincs válogatás, fehér és vörös bor szempontjából mind a kettő jelen van. A fajták pedig aztán igazán a nemzetközi fajtáktól az őshonos magyar fajtákig minden megtalálható, illetve ugyanúgy a gazdáknak is a szemléletében ez a sokszínűség felfedezhető, hiszen vannak azok, akik nemzetközi borokban gondolkoznak és nemzetközi fajtákat termesztenek, és tegyük fel reduktív módon nyúlnak a borkészítéshez, viszont vannak mások, akik én magam is ebben a csoportban tartozom, akik az ősi magyar, őshonos fajtákat szeretnénk tartani és népszerűsíteni, hiszen ezek a fajták érzik igazán itthon magukat ezen a területen, és hagyományos módon szeretnénk hozzányúlni. Sőt, azt kell mondjam, hogy annyira hagyományos módon, hogy amennyire csak lehet természetesen is, vagyis hogy a lehető legkevesebb vegyszer használattal történjen már a szőlőművelés, illetve aztán pedig a bornak a kezelése is, az tehát minimális vegyszerhasználat legyen. Pozitív jelzéseket kaptunk mindig, amikor ez így kiderült, hogy a lelkipásztor is vagyok, meg borász is, bármelyik oldalról. Ha borászok szempontjából, ha a lelkipásztorok szempontjából, ez kedves fogadtatás volt mindig. Hát gyakorlatilag úgy kezdődött a történet, hogy amikor az ötödik gyermekünk megszületett, akkor akit köröszülőnek hívtunk, ő egy kiváló délvidéki borász. És akkor tulajdonképpen az ő ötlete, illetve a beszélgetésünk során indult el az a történet az ő segítségével és felajánlásával, hogy hát készítsünk nekünk és magunknak bort. És akkor az első esztendőben ez így történt, ez 2011-ben volt, első esztendőben született két bor, egy fehér és egy vörös bor, és akkor mindig következő esztendőben mindig kicsit adtunk az egész történethez, odáig, hogy a mai nap egy területet mi átvettünk az ő műveléséből, ami teljesen a mi művelésünkben áll most már, ami nem csekély terület, hiszen 9000 tőkéről beszélünk, ez 3 holdas vagy 1,7 hektáros terület ilyen formán, és akkor ott készítjük a borokat. Én azt kell mondjam, hogy nagyon református történet, hogy a lelki pásztorság és a borászkodás össze tud kapcsolódni, hiszen ha a reformáció egyik alaptörekvésére gondolunk, az volt, hogy hozzuk vissza az úrvacsorát két szín alatt, amiből pont ugye a bor szín hiányzott, úgyhogy ilyen értelemben egy kicsit még ilyen protestáns örökségre is visszatekinthetünk. Ráadásul, most hadd tegyem még hozzá az egész történethez, hogy ugye a Tarcalhegyet már említettem, hogy ott valamikor királyborvidék volt, de amit személyesen fölkaroltam, mint egy fontos témát, az, hogy a reformációt egy évszázaddal megelőzte a huszita mozgalom, aminek a központja tehát Magyarországon éppen a szerénységben volt. És hát a huszitizmus, mint ugye úgy mondjuk, hogy előreformációs mozgalom volt, ott is ugyanez a történés volt, hogy akkor sem volt ugye a két szín alatti úrvacsora megadva. Úgyhogy ilyen szempontból is ott a husziták már akkor előveszik a kelyhes mozgalom, a kelyhet önmagát is, mint jelképet előtérbe helyezi a bor, mint szentséggel együtt. Úgyhogy mindig azt kell mondjuk, hogy a borászkodás az mindig egy kultúrtörténet, tehát a bort azt nem nyakaljuk, vagy nem bögréből isszük, hanem mindig kultúráról szól, tehát egy esemény, amikor találkozunk ezzel a nedűvel, mondhatjuk, hogy isteni nedűvel, hogyha Jézusnak a csodájára gondolunk például, és akkor mindig, tehát ez is törekvésünk, hadd mondjam megint csak, hogy mindig azokat az értékeket próbáljuk előtérbe helyezni, amelyek arra a területre
vonatkoznak, amik jellemzik arra a területre, történelmileg is, meg irodalmilag is, és minden más szempontból, tehát mindig egy gazdagabb történet, tehát nem önmagában áll csak az a bor, hanem mindig kapcsolódik hozzá valami. Hát azért fontos, mert a bor az egy nemes nedű, ami hozzá kell tartozzon a mindennapjainkhoz. Természetesen normális mennyiségről beszélünk, ez nem is kérdés. És ezek a fórumok arra jók, hogy ezt az elfelejtett, kicsikét háttérbe szorult kultúrát, mert ma már inkább, tehát a sör meg a rövid italoknak a kultúrája, az világszinten azt kell mondjam, hogy megveri sajnos még a bor kultúrát. A bor a legtermészetesebben megszülető nemes ital, és ezért kell népszerűsíteni. A mind a mellett, hogy Jézus is ugye a szentségként ezt adta nekünk ilyen formán. De másrészt, hogyha szakmaira gondolok az egészre, akkor az azért fontos eljönni, mert őszinte bérállatot fognak kapni, aki eljön, és tanulhat belőle. Tehát mindig ez a fontos, a bórumon is ezt tapasztaltuk, hogy sokkal fontosabb elmondani, hogyha valaki valamiben rossz úton jár, vagy valami hibákat követel, akár a szőlőművelésben, akár a bor kezelésében, őszintén el kell mondani, hogy kijavíthassa ezeket a hibákat, és ezzel tudjon ő is emelkedni, és egymást emeljük tulajdonképpen mindezáltal. És harmadrészt, de nincs fontossági sorrend a történetben, nagyon örülnénk annak, hogy pontosan ezt a valamikori királyi borvidéket is megmutassuk a Kárpát-medencének, de szélesebben is természetesen. Én most sokat beszélhetnék arról, hogy milyen fantasztikus borok teremnek ezen a királyi borvidéken. Nyugodt szívvel tudom állítani, hogy nem véletlenül volt királyi borvidék anno. Valóban világklasszis borok születnek, és itt nem magamról beszélek, hanem ismerek olyan borászt a délvidéken, magyar borászt, akinek a világ legjobb éttermeiben ott vannak a borai, és keresik, mondjam azt, hogy égre földre az ő termékét, azért, mert olyan adottsága van ennek a területnek. Ugye délen fekszik, egy vulkanikus, üledékes, egyéb vegyes talajról beszélünk, kiváló klímával rendelkezik, a Duna, Tisza, Száva ölelésében ott van ez a hegy, és egyszerűen nagyon-nagyon szép történet. Fogok indulni, tehát azért, mert eddig is mindig valamelyik baromat, vagy volt, hogy többet is versenyeztettem, és pontosan azt tapasztaltam, hogy van mit tanulni, illetve, hogy mindegy az, hogy ki a házigazda, pártatlan bíráskodás történik, itt vakkóstoláson, itt nincs mese. Úgyhogy a legjobb reményekkel, de igen, fogok indulni a versenyen. Tehát szeretettel várjuk a Kárpát-medence református borászai, minden magyar testvérünket, aki bort készít valahol itt a Kárpát-medencében. Tudjuk azt, hogy ahol magyar ember él, ott biztos, hogy szőlőtőkét ő oda szúr valahova, és bort akar inni, úgyhogy nagy örömmel várjuk a testvéreinket, hogy jöjjenek el a délvidékre, van mit mutassunk, hiszük, hogy épületes lesz mindenki számára ez a találkozás. Már eddig is ezt tapasztaltuk, és szeretnénk ezt öregbíteni, és még szebbé tenni, hogyha ez lehetséges.